Az önök korát nézve én ezt ajánlom inkább. De... Bozóki István borász ajánlja borait az érdeklődőknek a pincéjében. Idén 6. alkalommal rendezték meg a nyitott pince napokat Magyarország borvidékein és bortermőhelyein. A rendezvény célja a pincelátogatás népszerűsítése és a hazai borturizmus élénkítése. A Móri Bozóki pincészet a korábbi évekhez hasonlóan idén is csatlakozott az akcióhoz. A pincészet vezetője örül annak, hogy ismét elkezdett nőni az igény és a vásárlási kedv a minőségi borok iránt. A minőségi borok tért hordítanak, mint jobban, és úgy érzem, hogy két dolog érvényesül ebbe. Egyszer a bor szeretete, megtanuljuk, megízleljük a finom, jó minőségi boroknak az ízét, zamatát. Másodszor úgy veszem észre, hogy a magyar emberek már inkább a magyar termékeket vásárolják, és kevésbé a külföldi országokból behozott borokat. A nyitott pince napokon a kedvezményes kóstolók mellett pince és bormúzeumi látogatással is várták az érdeklődőket, akik közt voltak visszatérő vendégek is. Koppányi Tamásék Pestről érkeztek Morra. Örülnek annak, hogy jó borokat kóstolhattak, és közben megismerkedhettek a különböző gyártási folyamatokkal is. Mindig egy élmény megnézni a borászoknak a pincéit, meg a borokat megkóstolni abba a környezetben, ahol készülnek, csak normál esetben ez szervezést igényel, és az ember így nem szívesen megy oda zavarni, ahol végül is munka folyik, meg a borok érnek. Úgyhogy igazándiból ilyenkor ez a nyitott pince napok, ez felhívás keringőre, és végre el lehet menni úgy a nyitott pincéket megnézni, hogy az ember tudja, hogy most nem zavar és várják. Aki a pünkösdi hétvégén lemaradt a bormúzeumi látogatásról, annak a június 18-ai hétvégén lesz még lehetősége bortúrát tenni itt Móron is. Hiszen a Móri Bozóki Pincészet és Bormúzeum is csatlakozott a Múzeumok Éjszakája programsorozathoz, melyet június 18-án egy Fáklyás Gyertyás Bormúzeum és Pince látogatással nyitnak majd meg.